Ooh. koronavírus világjárvány idején milliók tapasztalták meg, hogy amikor már nincs más lehetősége akár a szenvedő, megbetegedett embernek, vagy a megbetegedéstől félőknek, Istenhez még mindig lehet kiáltani. Valójában az emberiség egész eddigi történetét végigkíséri. Lelkileg megtámogatja, nemzedékről nemzedékre segíti megmaradását, a túlélést, az imádság. Ehhez az ima folyamhoz kapcsolódunk mi is, amikor egy 1700 évvel ezelőtt megfogalmazott, de ma is időszerű imádságot mondunk. A szerző, a szír, ókeresztény himnuszköltő, Kürillonász. Beteg az ország, beteg a föld, de a te gyógyszered erős, uram. A világ gyenge, de a te fenyítésed hatalmas, uram. A teremtett világ vergődik, de a te erőd gyümölcsöző. Az emberek a földre zuhantak, de a te nevelő pálcád felink nyúlt. Hadd döntsük ki színed előtt panaszainkat, s miközben szólunk, hadd lélegezzünk fel egy kicsit terheink alól. Csak egy cseppnyi kegyelmet adj nekünk, Uram, gyógyítsd meg gyermekeinket, s a betegeket mind. Naponta nyugtalanság, szerencsétlenségek hírei, óránként csapások híre ér el minket, mindenütt csak félelem. Ha nem avatkozó közbe, urunk, pusztasággá lesz minden. Urunk, fordítsd el haragot kardját tőlünk. Lásd meg, hald meg, uram, amikor himnuszok csendülnek fel gyermekek ajkán, és asszonyok énekelnek neked zsoltárokat. Tölts be újra a földet üdvösséggel és békével. Adj nekünk, Urunk, újra gyümölcsérlelő napfényes nyarakat és áldott teleket. Amen. Végül egy ima Németországból, 2020-ból. Szerzője Johannes Hart, német teológus-filozófus, az Imádság háza mozgalom alapítója. Uram, elét betegeinket, vigasztalásért és gyógyulásért fohászkodunk. Legyél közel a szenvedőkhöz, főleg a haldoklókhoz. Vigasztald a szomorkodókat. Adj bölcsességet és energiát az orvosoknak, kutatóknak, erőt minden nővérnek és betegápolónak ehhez a különösen nagy terheléshez. Imádkozunk mindazokért, akik szenvednek a pániktól, mindazokért, akiket legyőz a félelem. Imádkozunk a viharban békességért, tisztánlátásért. Imádkozunk azokért, akik nagy anyagi károkat szenvednek, vagy ettől kell tartaniuk. Jóságos Atyánk! Mindenkit eléd hozunk, akiknek karanténban kell lenniük, magányosak, és senkit nem tudnak átölelni töltsd el szívünket békéddel. És igen, kérünk azért, hogy ez a járvány visszahúzódjon, a számok csökkenjenek, újra minden a régi lehessen. Tígy minket hálásá minden egészséges napunkért. Ne engedd, hogy elfelejtsük, hogy az életünk ajándék, hogy egyszer meg fogunk halni, és nem tudunk mindent kontrollálni. Hogy csak te vagy örök. Hogy az életben annyi lényegtelen dolog van, ami gyakran túl hangosnak és fontosnak tűnik. Tégy minket hálásá mindazért, amit krízisek nélkül olyan könnyen figyelmen kívül hagyunk. Bízunk benned. Köszönjük.